Roch Kaboré, Burkina Faso elnöke 100 napja van hivatalban. Párizsi látogatás alkalmával beszéltünk vele, miután találkozott François Hollande francia elnökkel, hogy a terror ellenes harcról és a kétoldalú gazdasági kapcsolatokról tárgyaljon. Elnök úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Mindössze 2 héttel a beiktatása után Burkina Faso-t egy szörnyű terrortámadás érte. Január 15-én az Al-Qaida dzsihadistái Ouagadougou belvárosában 30 embert gyilkoltak meg. Elnök úr, hogyan szedte össze magát az ország a támadás után? Azt kell mondjam, hogy a terrort követő szolidaritási hullám után viszonylag könnyen talpra állt Burkina Faso. Nem hagyhatjuk, hogy egy ilyen gyáva támadás megroppantson minket. Azóta tudjuk, hogy együtt kell élnünk ezzel a borzalommal, és minden tőlünk telhetőt meg kell tenni, hogy elzárjuk az országot a terroristák elől. Mi változott az országban a merénylet óta? Az emberek hozzáállása természetesen megváltozott. Sokkal éberebbek, sokkal elővigyázatosabbak lettek, és természetesen rengeteg új biztonsági intézkedést hoztunk, hogy csökkentsük valamelyest az emberek félelmét. Milyen eszközei vannak jelenleg Burkina Faso-nak, hogy jobban ellenőrizze a határait és kiszűrje a Maliból érkező terroristákat? Amit mindenképp meg tudunk tenni, az az, hogy együttműködünk a mali hatóságokkal, és a biztonsági erők munkáit összehangoljuk. Közös járőrözéseket tartunk, de ez egy nagyon hosszú határszakasz, és csak az egyik az országban. Minden esetre francia segítséggel olyan lépéseket is megteszünk majd, amelyekkel a többi nyugat-afrikai ország felüli határokat is biztonságosabban ellenőrizhetjük. Franciaország bejelentette, rendőri egységeket küld az országba, anélkül, hogy a Burkina Faso-i hatóságokat köztük önt is értesítették volna. Ön a francia belügyminiszter bejelentése után jelezte is az elégedetlenségét a francia hatóságoknak. De hogyan látja a francia csapatok jelenlétét az országban és a nyugat-afrikai régióban? Először is szeretném leszögezni, hogy azóta tisztáztuk Cazeneuve úrral a félreértést, így nem fogunk elbeszélni egymás mellett. Természetesen figyelembe vettük, hogy a francia csapatoknak sokkal nagyobb tapasztalata van a terrorellenes harcban, és a kezdeti időkben nagy segítséget tudnak nyújtani a mi katonáinknak abban, hogy hogyan szerveződjenek és küzdjenek meg az új kihívásokkal. Aztán persze az lenne kívánatos, ha minket érintő biztonsági kérdésekre mi adnánk meg a saját válaszainkat, mert nem jó, hogy a francia csapatoktól várjuk el, hogy megvédjenek minket. Maradjunk továbbra is a nemzetközi porondon. Elnök úr, mennyire követi az Európát érintő migrációs válságot, ami alapjaiban rengetheti meg a kontinenst? És mennyire kritikus Brüsszellel szemben? Természetesen követjük az Európai Unióban kialakuló válsághelyzetet, ami szerintem elsősorban pénzügyi természetű. A bevándorlás jelenség ezt a tény csak kiegészíti. Részemről azt gondolom, hogy fontos keresztülvinni bizonyos reformokat. Az európai intézmények gyakran nagyon távolinak tűnnek a hétköznapi emberek számára, akik leginkább a bürokratákat látják, akik az intézmények tetején hoznak bizonyos döntéseket, amelyek hatásait az állampolgárok már egyáltalán nem érzik meg. Szerintem érdemes lenne közelíteni az emberek felé, illetve decentralizálni és visszahozni a döntéseket azokra a szintekre, ahol azok érintik az emberek hétköznapjait. Ezt Afrikában ugyanígy meg kell tenni. Fontos, hogy az emberek részesei lehessenek a szükséges megoldásoknak, és legyen beleszólásuk abba, ami velük történik. Szeretne szorosabb viszonyt kialakítani Európával és Brüsszellel? Igen, azt gondolom, hogy erre szükség van. Egyébként ezt kértük Franciaországtól is. Nem csak a támogatásukat, hanem a lobby erejüket is, hogy európai szinten segítsenek abban, hogy figyeljenek oda Burkina Faso-ra. Itt el szeretném mondani, hogy hamarosan én is Brüsszelbe megyek, hogy európai szintű támogatást próbáljak szerezni az országnak.
Térjünk most át az elnökválasztási kampányra, amiben fontos gazdasági és társadalmi reformokat sürgetett Burkina Fasóban. A beiktatása utáni első napokban bejelentette, az egyik legfontosabb feladata a hadsereg újra szervezése lesz. Miért ez kapott prioritást a gazdaság helyett? Fontos, hogy a katonaságra úgy tekintsünk, mint egy köztársaság hadseregére, ami politikamentes, és ami betartja a legfontosabb alapszabályt, vagyis megvédi az országot és Burkina Faso állampolgárait. Azt vállalta, hogy Burkina Fasóban visszatér a gazdaság az 5% feletti éves növekedési ütemhez, ami a 2000-es évek elején működött. Hogyan vállalható mindez ma, ha tudjuk, hogy az ország főbevételeit adó arany és gyapot árfolyama meredeken esik? Az előrejelzéseink szerint az látható, hogy a már bevezetett intézkedések hatására 2016-ban 5,7%-kal növekednek az adóbevételek. Kötelezettségeket vállaltunk arra, hogy csökkentsük az állami kiadásokat, és szeretném hangsúlyozni, hogy nem csak az említett intézkedések miatt lehet nagyobb mozgástér a gazdaságban. Úgy látom, hogy az állattenyésztés és a mezőgazdaság területén rengeteg kiaknázatlan lehetőség van, ahol a kis- és középvállalkozások jelentősen hozzájárulhatnak majd az ország gazdasági növekedéséhez. Térjünk át a szomszéd politikára, különösen az elefánt csontparti kapcsolatokra. Burkina Faso korábbi vezetői Blaise Compaoré és Guillaume Soro jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy mélypontra kerüljön a viszony. Nemrég egy sajtótájékoztatón azt mondta, nem zárja be a diplomácia ajtaját. Hogyan látja, enyhülhet a jövőben a két ország kapcsolata? Valóban az volt az általános vélekedés, hogy a kapcsolatok mélyponton vannak. De biztosíthatom, hogy az elefánt csontpart és a Burkina faszói emberek szintjén nincs feszültség, és az államfők szintjén sem, sőt. Egyszerűen úgy döntöttünk, hogy ideje lenne a folyamatban lévő jogi vitákon felül emelkedni. Elnök úr, befejezésül visszaszaladnék az időben, milyen emlékei vannak a Franciaországban töltött évekről, amikor közgazdaságtant tanult. Nagyon sok barátom volt, köztük franciák és afrikaiak, akikkel akkor együtt tanultunk. Szerintem ezek a legjobb emlékek az életben. A diákévek a legjobbak. Elnök úr, köszönöm a beszélgetést.